News. Rád kattantam, mint a briósra, friss ropogos a sült jelen pirosra. Beléd harapnék, járhatnánk a tilosba, elvinnélek a Dunapartra Miklósra. Ez az első igazi klipünk, mert ugye az első szám, amit kihoztunk, az a Panasz Tapasz, az egy live session videóban jött létre. Az Óha azért kapta ezt a szám címet, mert ugye ez egy szerelmes szám, amit a feleségemnek írtam, és valahogy vannak ilyen pillanatok, hogy ránéz az ember egy nőre, vagy tehát, hogy ránéz az ember egy nőre, és azt mondja, óha, és akkor ennek igazán nem is tudtam más címet adni ennek a számnak. Nagyon mókás, hogy nem feltétlenül úgy jönnek ki belőlem ezek a dolgok, mint ahogy elsőre gondolná az ember, tehát, hogy próbál az ember romantikus lenni, de aztán néha eszébe jut egy-két ilyen badarság, ami ilyen humorossá teszi az egészet, és így valahogy a humor és a romantika közötti határmesdjén van ez végig. Hétfőn hamarodunk kedden-ketten, szerdán már szeretlek, csütörtökön kellek, péntek estétől szombat hajnalig, vasárnap csak te is én a B oldali. A klipben nagyon sokat agyaltunk, hogy miről is szóljon, meg hogy mi legyen, mi jelenjen meg benne, és akkor voltak ilyen dolgok, hogy kell színésznő, vagy kell hogy mi szerepeljünk a klipbe, vagy csináljunk egy romantikus videóklipet, de annyira nem éreztük ezt jónak hozzá, hogy elkezdtem gondolkozni egy másik képi világban, és közben megismerkedtem Farkas Gábor Gábriellel, aki annak ellenére, hogy kiváló énekes, még kiváló képzőművész is, és ő egy ilyen egyedi technikás rajzot alkotott hozzá. Szeretem a tested, olyan jó veled, lelkeded a lelkem, olyan jó veled, a végtelenbe veled, olyan jó veled, a hétköznap is mindig hétvége veled. Egy motivumot rajzolt, és akkor egy motivumból lett egy forma, és a formából meg még egy forma, akkor rázumolt, és ez nekem annyira megtetszett, hogy úgy gondoltam, hogy ehhez a számhoz mindenképpen kell ez a fajta rajzolás technika nekem. És hála Istennek elküldtem neki a számot, és nagyon megtetszett neki, úgyhogy nagyon szívesen fogadta a felkérést, és örömmel vállalta, hogy csinál hozzá nekünk egy ilyen rajzot. A Jonathan the Groove Troop zenekar alapvetően egy aktív zenekar, de nem a mostani youtuberes szinten, tehát hogy nem annyira vagyunk aktívak még zeneírás és klip kidobálás szinten, viszont koncertezni, nagyon sokat koncerteztünk tavaly is, és reméljük idén még sokat fogunk koncertezni, hogyha vége lesz ennek a járványnak. Most, mivel hogy otthon ülünk sokan, ezért nagyon sok időnk van új számokat csinálni, és most már készül a következő két szám is, ami mind a kettőben belecsempészem a humort is. Az egyik egy kicsit nem is szókimondóbb, hanem inkább egy ilyen megmondóbb szám lesz. Remélem azokat is majd meg tudjuk jelentetni, meg ahhoz is tudunk egy nagyon jó kis klipet csinálni.